Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Jó ütemben halad a Zöldváros program. A kivitelező már megkezdte az építési munkálatokat. Balesetek Tolna vármegyében. Egyre több a vadgázolás. Viharkárok, érdemes időben felkészülni, hogy megelőzzük a bajt. Bravúros győzelmet aratott a Bonyhád BFC. Bajnokok ligájába repítette őket a győzelem. Jó ütemben halad a Zöldváros program Szekszárdon. A héten már az építési munkákat kezdték meg a szakemberek. A kivitelező és az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is legyenek türelemmel. Az ütemterveknek megfelelően halad a Zöldváros projekt Szekszárdon, a kivitelezők már megkezdték az építési munkálatokat. Tükröket készítettünk a burkolatok alatt, ágyazatokat hordtunk be folyamatosan a helyére, melyeket tömörítünk. A következő héten pedig bele fogunk állni a lisztéren a kisebb járda szakaszokba is, ami azt fogja jelenteni, hogy a liszteret hátulról északi irányból lehet majd megközelíteni az ott elhelyezkedő üzleteket. Erre szeretném kérni a tisztelt lakosságot, hogy vegyék figyelembe, hogy most egy kicsit nagyobb kerülővel fogják tudni elérni a kívánt céljaikat. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője, a pénzügyi bizottság elnöke szerint időszerű a fejlesztés, ugyanis rendkívül rossz állapotban volt Szekszárd központja. A munkálatoknál viszont szerencsére nem kellett bontókalapácsot használni a kivitelezőnek, rakodógéppel föl tudták szedni az egészet, tehát a nagy zaj, nagy kosz elmaradt, úgyhogy viszonylag kevés kellemetlenséggel idáig a munka megy. A projekt 4 ütemben valósul meg, amint egy 870 millió forintos beruházás keretében megújul a Liszt Ferenc tér, emellett a Liszt Ferenc és a Luther tér közötti soron kiegészülve a Prométheus parkkal, valamint az úgynevezett 160 lakásos épület és a Babits Mihály Kulturális Központ közötti terület, illetve a Luther tér Vosinski és a Kölcsei lakótelep épületei közötti terek felújítása történik majd meg. Itt a Babits környéke és a 160 lakásos előtt is rendben mennek a dolgok. A Prométheus parkban itt a járókelők is láthatják, hogy komoly előrelépések történtek. A Liszt-Ferenc téren is ütemesen az elképzeléseknek megfelelően halad. Lényeg a dolognak, hogy köszönjük szépen a városlakóknak a türelmét és a megértését, de aki azért egy kicsit alaposabban körülnéz, már körvonalazódnak a felújításnak, az építésnek az eredményei. Nagyjából most már el lehet képzelni és durva vonalakba lehet látni, hogy mit akarunk és mit szeretnénk megvalósítani. Gyurkovics János továbbra is a lakosok megértését és türelmét kéri. Hozzátette, ha ilyen ütemben haladnak a munkálatok, nincs akadálya annak, hogy betartsák a 4 hónapos határidőt. Az infláció letöréséért sokat tett a kormány, ezt szolgálták az árstopok, és ezt szolgálja a kötelező akciózás is, amely eddig 10%-os árkedvezményt jelentett meghatározott termékkörre, de ez augusztus 1-ével 15%-ra emelkedik, mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján. A tárcavezető a gazdasági helyzettel kapcsolatban kifejtette, az orosz-ukrán háború által kiváltott rendkívül nehéz helyzet, amelyet tovább súlyosbítottak az Európai Uniós szankciók, valamelyest javulni látszik. A cél az az, hogy Magyarországon az inflációt megfékezzük, letörjük és felszámoljuk. A jövő évre reálisnak tűnik a kormány 6%-os, vagy akár az ennél is kedvezőbb becslés is. Ma talán még a 6% is a jövő évre már túlzottnak tűnik, és egy 5% körüli vagy az alatti infláció is reális lehet a jövő évre. De mindaddig, amíg ez nem következik be, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy azok a termékek, amelyeknek az áremelkedés az embereket a legnagyobb mértékben érinteni, továbbra is elfogadható vagy elfogadható áron legyenek megvásárolhatóak. Ezért nagyon fontos a rezsicsökkentés fenntartása, és azért nagyon fontos az is, hogy meghatározott élelmiszeripari termékeknél kedvezményes áron lehessen vásárolni.
Már több mint 25 milliárd forint értékű egészségügyi fejlesztések valósultak meg a Magyar Falu programban, mondta a miniszterelnökség modern települések fejlesztését felelős kormánybiztosa. Azt mondta, az orvosoknál tapasztalható szakember hiány miatt szolgálati lakásokkal szeretnék támogatni azokat a fiatal pályakezdő orvosokat is, akik szívesen dolgoznának falvakban, kis településeken. Kiemelte, az elmúlt 3 évben, amióta orvosi szolgálati lakásokat és házakat alakítanak ki a kis településeken, 178 háziorvosi praxisnál sikerült megoldani, hogy ne maradjon orvos nélkül. Ezen felül több mint 2000 egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztés hajtottak végre, köztük rendelőintézetek felújítását, építését, orvosi eszközök cseréjét vagy orvosi és védőnői szolgálati lakások kialakítását, mondta a kormánybiztos. Tolna vármegye útjain egy súlyos és egy könnyű sérüléses, valamint 4 anyagi káros baleset történt. Ezek mindegyik alkalommal a vezetők figyelmetlensége és a közlekedési szabályok be nem tartása miatt következtek be. Tolna vármegyében ismét több súlyos, illetve könnyű sérüléssel járó baleset történt a napokban. A 61-es úton Dombóvár külterületén egy férfi dinnyét szeretett volna vásárolni, amit az út másik oldalán árultak. Ezért balra bekanyarodott az árus mellé. Eközben viszont nem vette észre, hogy mögötte egy motoros érkezik, így összeütköztek. A manőver során figyelmetlen volt, nem észlelt, hogy mögüle érkezik egy motorkerékpár, így a motorosnak ütközött. A motoros elesett, a motorkerékpár a baloldali füves árokban egy fának csapódva állt meg. A motoros a balesetben súlyosan megsérült. A másik baleset Bonyhád belterületén történt a Rákóczi és a Forberger utcák kereszteződésében kialakított új jelzőlámpás területen. Egy 85 éves férfi autóval közlekedett a Rákóczi utcából a Forberger utca irányába. A kereszteződéshez érve a lámpa zöld jelzésére behajtott a kereszteződésébe és megkezdte a kanyarodást. Ennek során nem biztosított elsőbséget a szintén zöld jelzésen szemből érkező és egyenesen tovább haladni szándékozó másik autónak. A kanyarodó autó vezetője és a jobb első utasa is könnyebben megsérült. A rendőrség kéri az autóvezetőket, hogy megfontoltan vezessenek és tartsák be a szabályokat a közutakon. De a napokban elkezdődött őzek párzási időszaka miatt is nagyon fontos, hogy az érintett szakaszokon megfelelően válasszuk meg a sebességet, és még jobban figyeljünk, ugyanis a párjukat kereső vadak most még gyakrabban tévednek ki az útra. A baromfi ágazat a magyar állattenyésztés legnagyobb és egyben folyamatosan fejlődő ágazata. Jelentősége a fogyasztók ellátása az export szempontjából is kiemelkedő, közölte az Agrárminisztérium. A belföldi baromfi szektor európai szinten is kifejezetten sokszínű. A baromfi hús a magyar konyha közkedvelt és nélkülözhetetlen alapanyaga. Az AM Agrárpiacért felelős helyettes államtitkára elmondta, hogy a termékkampányok fontosak, mert Magyarország hiába önellátó és erősen exportképes, ez nem jelenti azt, hogy megpihenhet. Tarpataki Tamás kiemelte, hogy rendkívül éles versenyhelyzetben kell helytállni, innovációkat kell felmutatni, ami ez a tárca minden lehetséges támogatást megad. A vidékfejlesztési program keretében több mint 600 olyan támogatási döntés született az elmúlt időszakban, amelyek révén mintegy 170 milliárd forintnyi összeget tudtak az ágazatba kihelyezni. Fele annyi szabadtéri tűzeset történt eddig idén, mint 2022 azonos időszakában Tolna vármegyében. Ellenben ez év első felében a vihar, az orkán erejű szél már 3 alkalommal csapott le hazánkra. A szakemberek azt mondják, érdemes felkészülni az ilyen esetekre, hogy megelőzzük a bajt. Az idei nyár eddigi szerencsésnek mondható, ami a tűzoltó beavatkozásokat illeti, ugyanis az elmúlt több mint fél évben 61 szabadtéri tűzesethez kellett vonulniuk a Tolna vármegyei lánglovagok, ami a tavalyi azonos időszakban keletkezett 159 esethez képest lényegesen kevesebb. Ezzel szemben 2023 első felében már 3 alkalommal pusztított hatalmas vihar az országban, ami jelentős gondot okozott Tolnában is. Februárban összesen 379 riasztás érkezett az orkán erejű szél okozta károk miatt a vármegyei tűzoltókhoz. Június 24-én szintén egy hasonló vihar 24 települést érintett egyébként itt Tolna vármegyében. Ez 57 darab
beavatkozást illeti. Megint csak az erős szél az, ami a legtöbb fát kidöntötte, és ugye a problémát okozta így a lakosságnak. Még egyébként, hogyha most jól emlékszünk, itt a július 27-én szintén egy viharos szél, erős széllel járó vihar az, ami tarkította egyébként az éjszakát. Így reggelre sokan azt tapasztalták, hogy ismételten fák dőltek egyébként az otthonaikra, a kerítésekre, valamint megbontotta egyébként a tetőhíjazatát a szél. A szóvivő azt mondja, hogy mivel jelentősen megszaporodtak a vihar okozta problémák Tolna vármegyében, érdemes előre felkészülni, tájékozódni. Ezt akár az Országos Meteorológiai Szolgálat, illetve a Katasztrófa Védelem honlapján is megtehetjük. Érdemes egyébként tájékozódni a lehető legtöbb forrásban, és értelemszerűen az elsődleges a saját testi épségünk, a családtagjaink, barátaink és a saját életünk, tehát ennek a védelme a legfontosabb. Nyilván ennek érdekében célszerű mindenképpen egy biztonságos zárt helyen tartózkodni, amit megtehetünk egyébként annak érdekében is körültekintően, például akár az értéktárgyainkat olyan szinten megóvni. Most akár lehet ez az udvaron tárolt különböző játékok, egy libikóka, vagy egy pavilon, amit könnyen felkap a szél és odébb állíthat, vagy például a gépjárművünk, amelyekkel ilyenkor érdemes a nagy fák alatt történő parkolást is mellőzni, értelemszerűen biztonságos helyet célszerű válaszolni egyébként a gépjárműveknek is erre a fajta közlekedésre. A szóvivő hozzátette, hogy az erős szél a legtöbb esetben fenyőfákat döntött ki. Ennek oka, hogy a növények gyökerei kevésbé vannak mélyen a talajban, ezért érdemes azokat időben felmérni, megnézettetni és adott esetben eltávolítani, hogy az ne dőljön rá az autókra, házakra egy nagyobb viharban. A Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére immár 14. alkalommal rendezik meg a Strandok éjszakáját. Az eseményre minden évben július utolsó hétvégén, idén 29-én kerül sor számos strandon, gyógyfürdőben, termálfürdőben és akvaparkban. Többek között Szekszárdon is. Az éjszakában nyúló zenés fürdőzés és a szaunázás mellett a legtöbb helyen különleges programokkal, néhol kedvezményes belépővel várják azokat, akik a szokásostól eltérő vizes élményekre vágynak. 2021-ben 43, 2022-ben 41 fürdő szervezett programot július utolsó hétvégén. 2023-ban ezt a számot sikerült felülmúlni. Idén 49 helyen fürdőzhetünk éjszakában nyúlóan. Tavaly több 10 000 vendég fordult meg a programhoz csatlakozó fürdőkben. Idén a csaknem 500 strand és fürdő között Baranyából mindössze a Harkányi gyógyfürdő szerepel. A Bonyhádi strandlabdarúgó csapat idén nyáron bejutott a Bajnokok Ligájába. A hatalmas sikert elért fiatalokra méltán lehetünk büszkék, ugyanis a közép-európai kupa küzdelmeiben Balatonlellén olyan csapatokat győztek le, mint a román bajnok, a CS Vezdéva, illetve a magyar aranyérmes Újhartyán BSC. A Bonyhádi BFC csapata már 2003 óta vesz részt szép sikerekkel a megmérettetéseken, többször hoztak haza ezüst, bronzérmet már a felnőtt bajnokságokról. De több játékos a válogatottságig is eljutott. Most pedig a Balatonlellei homokon sikerült bravúros játékkal megszerezni a győzelmet, ezzel bejutva a Bajnokok Ligája csoportkörébe. A tornán 6 csapat vett részt, a 2-3-as csoportba osztották az együtteseket. Mi bekerültünk egy viszonylag nehéz csoportba, mert megkaptuk a magyar bajnokot és a román bajnokot a 3-asunkba, ebből kellett kivívnunk a továbbjutást. Szerencsére ez sikerült, és a fiatal csapatunk ez olyan lendületet kapott ettől, olyan magabiztossá vált, hogy onnantól kezdve már az elődöntőt is és a döntőt is mondanám, hogy magabiztosan hozta. De a döntőben még voltak fordulatok, egészen drámai küzdelmet láthattak a szurkolók az Újhartyán ellen, amit végül büntető párbaj döntött el. A középpályás kupa megnyerésével Magyarország legjobb csapataként bejutottunk a Bajnokok Ligája csoportkörébe, amely itt a sportág jelezetesébe adódóan, mert a bajnokságok azok még sok helyen, akár szeptember végig is eltartanak. Ez a következő évben lesz, az idei sorozat az már lezajlott. A következő évi Bajnokok Ligája küzdelmeibe bekerültünk a csoportkörbe. Ennek a küzdelemnek a helyszíne várhatóan novemberben kerül kijelölésre. Itt Európa legjobb játékosaival mérhetik össze tudásukat, majd a völgységiek egy 10 napos versenysorozat keretein belül. Regionális híreink következnek. Kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat. A Pécsi Egyetemre 5700 hallgatót vettek fel. Játékok a gyerekeknek, programok a szülőknek, játéktár nyílik Pécsbányán.
Megmentett borsz került a Mancs Rencs állati súly alapítványhoz. Közel 60 állatot nevelnek a pécsi mini állatkertben. A Kordaházaspár koncertje alapozta meg a hangulatot, majd következett a ponthatárok kihirdetése a pécsi Pont Ott partin szerda este. Itt derült ki, hogy a különböző felsőoktatási szakokra mennyi ponttal lehetett bekerülni. A Pécsi Egyetemre most 5700 hallgatót vettek fel, de még hátra van a pótfelvételi és a külföldi jelentkezők elbírálása, így akár 8000-en kezdhetik meg tanulmányaikat a Pécsi Egyetemen szeptembertől. Korda György és Balázs Klári koncerttel alapozták meg a hangulatot a pécsi főtéren szerda este. Itt tartották a Pont Ott partit, ahol nyilvánosságra hozták a felsőoktatási ponthatárokat. Nincs a szakok népszerűségében változás, pszichológia, általános orvostudományokar, általános jogászképzés, gazdaság és menedzsment képzés, dietetika, gyógytornász, ezek a legnépszerűbbek, és ami külön örvendetes számomra, hogy az országos tendenciát látva a pedagógus képzés a tavalyhoz képest óriási módon feljött. Szükség is van ugye tanárokra, tehát most úgy látjuk, hogy a tavalyi negatív recesszív hullám után most ez picit azért módosult. Ezt mondta a jelentkezésekről az oktatási rektor helyettes. Fedeles Tamás kiemelte, hogy a műszaki kar népszerűsége is nőtt. Ez látható a beadott jelentkezéseken. A műszaki és informatikai karunk is nagyon jól teljesített, ahogy most látom az adatokat, látjuk az adatokat, és viszonylag jó pontokkal, tehát azt lehet mondani, hogy ez egy erős szemeszter kezdetnek nézünk elébe. Gépészmérnök, építészmérnök, villamosmérnök, mérnök informatikus, hogy néhányat emeljek ezek közül, ezek is természetesen népszerű. És hogyha nem csak a normál képzéseket nézzük, osztatlan, alap- és mesterképzés, akkor a felsőoktatási szakképzések kapcsán mindenképp ki kell emelni a szőlészborászt többek közt, amely szintén fontos, és hát az agrármérnök szak, ami a szekszárdi karunknak az egyik erőssége lesz vélhetőleg nagyon népszerű idén. 5, 4, 3, 2. Este 8-tól derült ki, hogy mennyi ponttal lehetett bejutni a különböző szakokra. Volt, aki egy-két perc után már örülhetett, mert felvették. Az általános felvételi időszak most lezárult. A Pécsi Egyetem közlése szerint 5700 fiatalt vettek fel most. Augusztusban kezdődik a pótfelvételi időszak, illetve a külföldi hallgatók kérelmeinek elbírálása. Így mindezeket figyelembe véve 2023 őszén várhatóan közel 8000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a Pécsi Egyetemen, írja az intézmény csütörtöki közleményében. Játéktárral segítik a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek felzárkóztatását Pécsbányán. A városrész közösségi házában alakítják ki ezt. A helyi kulturális egyesület egy nyertes pályázat támogatásából valósítja meg az elképzelést. A programban a szülőket is megszólítják, és olyan ismereteket adnak át nekik, amelyekkel könnyebbé tehetik mindennapi életüket. Kisautók, dömperek, társasjátékok a pécsbányai közösségi házban. Játéktár kialakításába kezdtek az intézményben egy pályázatnak köszönhetően. Egy önkéntesünk írta nekünk a pályázatot, egy nagyon jó képzett, egyébként közgazdász alapképzettségű barátunk, jótevőnk, egy fiatal anyuka, aki Pécsbányán lakik, úgyhogy neki is érdeke, hogy jó dolgok történjenek velünk és körülöttünk, és sikeres lett a pályázat. A játékok vásárlásával a pályázatot kiíróknak cél. Van. Ezt szolgálja a pécsbányai intézmény is. Országszerte több helyen nyíltak, elsősorban az északkeleti részen ilyen játékközpontok, játéktárak mostanában, és mindegyiknek az a lényege, hogy azokat, akik valamilyen szempontból hátrányos helyzetben élnek, legyenek ők akár roma családok, legyenek bármilyen szempontból, akár menekült kérdés kapcsán Ukrániából érkezett emberek,
hogy őket felkaroljuk, hogy nekik a játék módszerén keresztül önfelett kikapcsolódást nyújtsunk. Nem csak a gyerekeknek nyújtanak így programot, a célok között szerepel a szülők megszólítása is a pályázatban vállalt tevékenységek között. A felnőtteknek is tartsunk különböző olyan programokat, amik hasznosak nekik valamilyen szempontból, vagy mert fejlődnek általa, például a fiatal anyukák megtanulnak jobban bánni a pénzzel, sütni, főzni, megtudhatnak, ilyen információ csomagokat kaphatnak, hogy szociális téren hogyan igazodjanak el, önéletrajzot segítünk nekik írni. Tehát nagyon-nagyon hasznos összességében a praktikum áll a középpontban, és az, hogy hosszú távon illeszkedjen Pécs bánya és a Pécs bányaiak életébe. A programok közt szerepelnek még olyan találkozások egészségügyi, szociális szakemberekkel például, akik a mindennapi gondok megoldásában segíthetik a családokat. A pályázaton 5 millió forintot nyert a Pécs bányai Kulturális Egyesület, amely működteti majd a közösségi házban a játéktárat, illetve programokat szervez. Most az eszközök beszerzése folyik, augusztus 1-től indul a program. Megmentett borsz került a Mancs Rencs állati suli alapítványhoz. Az árva borszfiú a kiváló gondozásnak köszönhetően hamar beilleszkedett az új életébe, és elfogadta fajtását is. Közel 60 állat lakik a telephelyen. A befogadáson, felnevelésen kívül az állatok gyógyítatását, ápolását is felvállalják. Stábunkkal a helyszínre látogattunk. Teodora 4 hónapos borszkölyök Tolnavár megyéből érkezett a Mancs Rencs állati suli alapítványhoz. Feltehetően egy balesetben vesztette el szüleit, ő pedig egyedül maradt, de megmentője a legjobb helyre ajánlották be. Cuki Muki Dömperrel, egy régebben ott lakó, szintén hímborzzal kiváló barátságba kerültek. Én elég sokan ismernek, most már az ország minden részéből hoznak hozzánk menteni való vadállatokat, és őt is úgy hozták ide, mert ismerték a Mancs Rencset, gondolták, hogy itt jó helye lesz, és majd fel fogjuk tudni nevelni. Egész picikének került hozzánk, most már 4,5 hónapos azóta, úgyhogy, és így Mukikánk is egy jó barátra, jó társa talált benne. A borzokon kívül kenguruk, tarajosül, rókák, medvék, mókusok, alpaka, nanduk, pónik, kutyák, macskák, kecskék, lovak, törpecsacsi, emu, nyestek. Felsorolni sem lehet, annyiféle állat kapott védelmet az alapítványnál. Közel 60 állat lakik a telephelyen, mondta Fejes Rózsa, az alapítvány elnöke. A befogadáson, felnevelésen kívül az állatok gyógyítatását, ápolását is felvállalják. Mi hivatalosan egy állatkertként működünk, ezért a hozzánk ellátogatók a belépődíj árával tudják támogatni az itt élő állatoknak az etetését, állatorvosi költségét. Ugye nálunk van mimózánk, akinek ugye úgy került ide hozzánk, hogy egy kalapáccsal verték szét a fejét, szilánkosa, hogy nagyon sok műtéten esett át. Sokáig azt hittük, hogy be is fejeződött az ő kálváriája, aztán egy 3 héttel ezelőtt elkezdett hirtelen leromlani az állapota, azonnal vissza kellett vinnünk Kaposvárra a lóklinikára, és ott a hevesi doktor úr, ugye, aki foglalkozott ővel, és aki végigcsinálta vele ezt a műtét sorozatot, észrevette, hogy a másik oldalon is elég komoly problémák vannak az áll kapcsával, hogy ő az, akinek szétverték a fejét. Akkor egy azonnali műtétet hajtottak rajta végre. Gyakorlatilag én azt mondhatom, hogy ez életmentő műtét volt, mert ha ezt nem csinálják meg, akkor ő most már nem élne. A Mancs Rencs állati suli alapítvány lakóit előzetes bejelentkezés alapján lehet látogatni. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket, még egyszer röviden. Jó ütemben halad a Zöldváros program, a kivitelező már megkezdte az építési munkálatokat. Balesetek Tolnavár megyében, egyre több a vadgázolás. Viharkárok, érdemes időben felkészülni, hogy megelőzzük a bajt. Bravúros győzelmet aratott a Bonyhád BFC. Bajnokok ligájába repítette őket a győzelem. Szombaton napsütéses, gomolyfelhős ég volt, visszatérő kánikula várható. Késő estére egy hidegfront érheti el hazánkat északnyugat felől. Vasárnap az éjszaka érkezett hidegfront határozza meg időjárásunkat. Délelőtt döntően felhős idő ígérkezik, de átmeneti napos időszakok is várhatók. Majd a délután folyamán egyre tartósabb napos időszakokra lehet készülni. Hétfőn front mögötti szeles, nagyobb rész napsütéses, de időnként felhősebb, kellemes hőmérsékletű idő valószínű. Elvétve előfordulhat még zápor. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket.
Ha látnak valamit, ami önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!